140 éves a nyíregyházi tűzoltóság, koszorúzás és felvonulás színesítette a tűzoltó napi megemlékezést. Szakmai konferencia Kisvárdán a belgyógyászat új kihívásairól tanácskoztak a szakemberek a Szent Damján görögkatolikus kórházban. Legfeljebb közepes termés, a korai akác és repcevirágzást erős lehűlés követte, ami nem tett jót a méztermelésnek. Tizenhét évet kapott a férj. A nyíregyházi törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettének kísérlete miatt 17 év fegyház büntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki féltékenységből hús klopfolóval és késsel támadt feleségére. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vádlott nem tudta elfogadni a tényt, hogy párja elhagyta őt, ezért 2022. szeptemberében nyírta le ki otthonukban, húsklopfolóval fejen ütötte őt. Majd ezt követően több alkalommal olyan erővel szúrta hátba, hogy a kés pengéje eltörött. Egy másik késsel pedig a nyaka mindkét oldalát megszúrta. A vádlott abban a hiszemben, hogy kioltotta a sértett életét, felhagyott a bántalmazással, és öngyilkosságot kísérelt meg a fürdőszobában. Ez idő alatt a sértetnek lehetősége nyílt a házból kimenekülni és a szomszédtól segítséget kérni. Az ítélet nem jogerős, bár az ügyész tudomásul vette a döntést, a vádlott és védője fellebbezett. A büntetés kiszabásakor a bíróság a vádlott terhére súlyosító körülményként értékelte, hogy hozzátartozója, mégpedig női hozzátartozója sérelmére követte el a bűncselekményt, a cselekmény végrehajtásában megnyilvánuló, kitartó szándékot, amit alátámaszt a többszörös eszköz használat is, azt, hogy a cselekmény a sértetnek maradandó sérülést okozott, erkölcsileg súlyosan elítélendő, durva cselekményről van szó, és végül azt, hogy a hasonló jellegű bűncselekmények rendkívüli mértékben elszaporodtak, mind helyi, mind országos szinten. Fennállásának 140. évfordulóját ünnepli a tűzoltóság Nyíregyházán. Ennek alkalmából a Szabolcsi Vármegye székhelyen tartja tűzoltónapi megemlékezését a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. A jubileum napjára megújult a parancsnokság kapuja és rajta a tűzoltóság felirat. A laktanya pedig ezentúl a Sztárek Ferenc tűzoltó laktanya nevet viseli. A szabolcsi koncertfúvó zenekar szólaltatta meg a himnuszt, ezzel vette kezdetét a hagyományos tűzoltó napi megemlékezés Nyíregyházán a Szent Flórián szobornál. Az ünnepségen elhangzott, a tűzoltói hivatás régi időkből származik, de a mai gyorsan változó világban is kiemelt jelentőségű, az év 365 napján szolgálatot teljesítenek a tűzoltók. Az igazi tűzoltó mindig tűzoltó. Szolgálatban, otthon, ünnepnapon, munkába menet és munkából jön. És nem csak szűkebb környezetüket szolgálják ezzel, hanem mindenkit. Éppen ezért nagy társadalmi megbecsülése van a tűzoltóknak. Össztársadalmi értékelésben harmadik helyen állnak a tűzoltók a megbecsülésben. Ez érezhető a munkánk végzése során is. Oda, ahova mennek a kollégáink, ott a segítőkezet nyújtják, mindenhova várják, és az ő megérkezésük szinte megkönnyebbülés jelent az emberek részére. Megérkezett az erő, amely majd a biztonságot, a segítséget nyújtja, és megmenti esetleg az emberi életet, illetve az értékeket. A tűzoltók védőszentje Szent Flórián. A megemlékezés részeként megkoszorúzták a szobrát Nyíregyházán. Az ünnepség a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon folytatódott, amely ezen túl a Sztárek Ferenc tűzoltó laktanya nevet viseli. Az épület bejáratát néhány éve emléktábla díszíti a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére.
Az elmúlt évtizedek alatt ráadásul sokkal összetettebbé is vált a tűzoltók feladata. A nyíregyházi tűzoltóság is sokat változott az elmúlt 140 évben. Kiemelhetjük a 1930-40-es éveket, ahogy ugye a belső égésű motorok lassan szépen leváltották a lóhajtás, ugye a lovakat, végül is tehát a ló vontatta a fecskendőket. Ugye itt a 60-70-es években elkezdődtek a panelépítések itt Nyíregyházán, tehát egyre jobban, egyre magasabb kihívásokkal, egyre nehezebb feladatokkal kezdett a tűzoltóság szembesülni. Igazán a hivatásos tűzoltóság már 1929-ben megkezdte a működését, majd ugye államosítva lett 49-ben, és mint állami tűzoltóság látta el már a nyíregyházi tűzoltóság is a feladatát. Itt az időrendszerei a tűzoltóknak ugye menet közben változtak, volt, hogy 24/24 órás szolgálatot kellett adniuk, sőt még a legelején 48 óra után járt csak egy szabadnap, majd az 1970-es évektől ugye 24/48 órás munkarendben dolgoztak, mint ahogy azóta mai napig is így dolgoznak a hivatásos tűzoltók. Jelenleg a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság nem csak tűzesetekhez vonul, hanem műszaki mentésekhez és a természeti csapások okozta problémákhoz, például árvizekhez is. Jelenleg 98 főszolgálati létszám áll készenlétben. A tűzoltó napi megemlékezést a szabolcsi koncert fúvó zenekar és mazsoret csoport vezette felvonulás zárta, amely a Kossuth utcán át a Kossuth térig tartott. Négy vármegye belgyógyász szakemberei vettek részt a Kisvárdai Kórház tavaszi tudományos ülésén. A konferencia vezérvonala a belgyógyászat és az infektológiai betegellátás határterülete köré épült. Az eseményen a fertőző betegségekkel kapcsolatos új kihívásokról tanácskoztak a résztvevők. Ha megmentesz egy embert, hős vagy, ha megmentesz 100 embert, akkor orvos vagy. Így kezdte nyitó beszédét Cseszták Miklós országgyűlési képviselő, a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-Kelet-Magyarországi szakcsoportjának tavaszi tudományos ülésén. A konferencia vezérfonala a belgyógyászat és az infektológiai betegellátás határterülete köré épült. Most a mai napon a határterületi kérdések közül a fertőző betegségek és a belgyógyászati betegségek kapcsolatáról beszélünk. Azt hiszem, ezt nem kell hangsúlyozni a COVID-járvány után, hogy ennek mi a jelentősége. Az utazások jelentős mértékben növelik, felértékelik a fertőző betegségeket. Öregszik a társadalomnak, tehát az idős embereknek a fogékonysága nő a fertőző betegségek iránt. A bizonyos gyógyszereket, amit alkalmazunk, az szintén növeli a fogékonyságot. Éppen ezért egyes fertőző betegségek lefolyása nem olyan, mint a szokványos esetben, új kihívást jelentve a mindennapi gyakorló orvosok számára, így a belgyógyászok számára is. A szakmai napon ezekkel a problémákkal foglalkoztak. A kórházunkban egy nagyon fontos irányvonalat képviselünk, ez két fő dologra fókuszál, egyrészt, hogy a munkatársaink, szakdolgozók, szakorvosaink, rezidenseink képzettek legyenek, úgyhogy ez a mai napnak is ez az apropója, hogy a Belgyógyász Társaság által szervezett konferencia itt kórházunkban van, és a négy társmegyében dolgozó belgyógyászok itt mai napon összegyűlnek, és ezt a fajta képzettséget, ezt a fajta irányt erősítik a kórházunkban. Arra törekszünk, hogy ápolóink is megfelelő bírjanak, és ezért nagyon-nagyon sok tanfolyamat, gyermekápolói képzéseket tervezünk és szerveztünk. Ezek a fő dolgaink most, amik folyamatban vannak, illetve ez a másik dolog pedig, hogy minden kubatúra, ami a kórházban működik, az rendben legyen. Itt vannak még olyan területeink, például a sebészet, traumatológia, még fejlesztésre szorulnak. Beadtunk olyan határon átnyúló projekteket, amelyek ezeket célozzák, reméljük, hogy ebben az évben ebben sikeresen el is indulhatunk, illetve már egy fontos dologról be is tudok számolni, egy olyan határon átnyúló projektet nyertünk meg egy szlovákiai partner kórházzal, amely a kórházunknak a zöld területeinek a rendbetételét célozza meg, és ezzel a projektünk pedig hamarosan már május-június hónapban indulni is fog. A Szent Damján görögkatolikus kórháznak 1000 körüli dolgozója van. A belgyógyászat minden területén gyógyítanak, legyen az kardiológia, gastroenterológia, endokrinológia vagy diabetológia. A belgyógyászati osztályokra először is nyilvánvalóan területi ellátási kötelezettséggel bíró betegek jönnek, de ezen kívül a Bodrog közből, tehát a Borsodabói Zemplén megyéből, egészen néha Sátorói és Sárospatak, még messzebbről érkeznek a kórházunkba betegek, és a Vásárosneményi területről is, az hagyományosan elsősorban a Beregről szól a történet, hiszen azzal régi kapcsolatunk van, korábban is láttunk el odavaló betegeket.
Az eseményen Hajdubihar, Borsodabaúj Zemlén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye belgyógyász szakemberei vettek részt. Az előadó között pedig Budapestről, Egerből, Miskolcról és Debrecenből érkező szaktekintélyeket is köszönthettek. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a társaság megbízásából május 6-án, hétfőn a Tréner Kft. 280 hektáron, légi és 33 hektáron, földi úton szúnyoglárva írtást végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. A gyérítés kiemelt területei a sóstói és a bújtosi tavak környezete, a Tokaji úti piac mögötti vizes terület, Borbánya mélyen fekvő területei, az Igrice csatorna, Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezete, és a város más mélyen fekvő területei. Az írtást a kora reggeli órákban szélcsendben végzik. A védekezésre használt szer emberekre, melegvérűekre nem veszélyes. Legfeljebb közepes lehet az idei méztermés. Idén az akác és a repce is 3-4 héttel korábban virágzott a szokásosnál, ez pedig erős lehűlés követte, ami miatt a méhek nem mertek nektárt szállítani. Az átlagos mennyiség eléréséhez a mostanihoz hasonló enyhe, száraz időjárása van szükség, újabb lehűlés vagy eső esetén hatalmas kiesés éri a méhészeket. Jól indult az év a méhészek számára, viszont elég korán kiderült, hogy mégsem lesz minden zökkenőmentes. Az enyhe február és március kedvezően hatott a méh családok fejlődésére, a természet pedig a szokásostól hetekkel korábban megindult. A repce és az akác már április második hetében virágzott. Ilyet több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem láttak még. A problémát az ezt követő erős lehűlés okozta. A méhek ugyanis nem mertek kimerészkedni a virágokra. Ez jelentősen visszavetette a nektárhordást. Ugye mi kell ahhoz, hogy méztermelés legyen? Megfelelő méhcsalád, annak a korösszetételeinek is olyannak kell lenni, hogy a belső munkások és a gyűjtőméhek aránya megfelelő legyen, mert lehet, hogy azt látjuk, hogy tele van a kaptár, de a belső munkások, akik a takarítással, a fiasítás gondozásával foglalkoznak, azok nem mennek kigyűjteni. Ebben a méhésznek van egy kis bele, vagy tevékenysége, hogy bele tud avatkozni, de egy ilyen korai virágzásra igazából nem tudta felkészülni. És továbbra is az időjárást kell, hogy említsük, mert ahhoz, hogy nektárképződés legyen, megfelelő hőmérséklet vagy talajbeázottsága szükséges, megfelelő növénykultúra nagy mennyiségben, megfelelő hőmérséklet, és ez mind-mind egy azonos időben. A lehűlés egyúttal azt is eredményezte, hogy az akácvirág megfázott, most pedig az a helyzet, hogy a virágok egyik része már le is hult, másik része pedig még ki sem nyílt. Az időjárás pedig még mindig messze van az ideálistól, itt továbbra is mérsékelt nektárhordást tapasztalnak a méhészek. Nekünk az lenne a tökéletes, 18 fokon kezdődik a nektárképződés, ez folyamatosan lenne a 18, vagy a 18 fok. Reggel minél hamarabb 18 fok legyen, és ne égető nap, hanem meg ne szél, hanem egy 25-27 fokos hőmérséklet. Hát reggelente ébredünk a 7-12 fokra, vagyis amire elkezdődik a nektárképződés délután, vagy dél körül járunk szinte, onnantól indul a nektárképződés. Ami azt még nagymértékben befolyásolja a szél. Az elmúlt másfél hétben minden reggel, vagy minden dél előttünk azzal megy el, hogy 20-30 km-es szél, és akár 40-60 km-es széllökések. Ami indul nektárképződés a virágokba, azt is a szél kiszárítja, úgyhogy a méhek csak keresik a nektárt, vagy vontatottan tudják hordani. Van hordás, nem mondhatjuk, hogy nincs egyáltalán, de nem olyan, amilyennek lennie kellene. A méhészek legfeljebb közepes termésben bizakodnak, fagykár ugyanis nem keletkezett a virágokban. A következő napok azonban sorsdöntőek lehetnek a méztermelést illetően. Enyhe, szélcsendes és esőmentes időjárásra van szükség az átlagos mézmennyiség előállításához. Emelkedtek a fagylaltárak. Sok helyen még maradt az 500 forintos vagy az alatti gömbönkénti ár, de van olyan üzlet Nyíregyházán, ahol már majdnem 600 forintot kell érte fizetni. A szakma szerint a drágulás borítékolható volt a cukrászati alapanyagárak, valamint az energia és bérköltségek emelkedése miatt. Készül a kézműves fagyi ebben az újfehértói fagyizóban. Néhány éve az országos versenyen az év fagylaltja címet is elhozta ez az üzlet. A pult roskadozik, a vendégek folyamatosan jönnek. A tulajdonos szerint a siker egyik kulcsa a minőségi és jól megválasztott alapanyagokban rejlik, ezek ára azonban évről évre emelkedik, ahogy az energia és bérköltségek is nőnek.
A drágulás ennek következtében a fagylaltok árában is megmutatkozik. Az üzletvezetők nagy része azonban a gömbönkénti 500 forintnál meghúzza a határt. Mi nem sokat emeltünk igazából, kikerekítettük az összeget, tavaly 4,90 volt egy fagyit, 490 forint, most pedig 500 forintért adunk egy gombócot, egy ödakás gombócot igazából. Ez talán annak köszönhető, hogy most nem úgy drágultak az alapanyagárak, ahogy korábban. Nyilván a munkabérek és az energiaköltségek valamelyest emelkedtek, de azok sem lényegesen. Úgyhogy csak így kikerekítettük igazából 500 forintra. Ez már egy nyíregyházi fagyizó, ahol szintén kézműves termékek kerülnek a pultba. A tulajdonos itt is körültekintő az árképzésnél. Ebben a fagyizóban idén nagyobb mértékű volt a drágulás, de alacsonyabb árról indultak. Így bőven 500 forint alatt tudta tartani termékét az üzletvezető. 400 forint volt nálunk a fagylalt, most pedig 450. Ugye azt figyeltük, hogy a környező fagylaltozók mennyivel emelnek árat, illetve hogy mi az a minimum, amit muszáj emelnünk, hogy mi is jól járjunk, illetve még a vevők is azt tudják mondani, hogy na ennyiért még megéri, de ugye ez nagyon változó. Van, aki bejön és azt mondja, hogy csak 450 forint a fagylalt, valaki meg ugye húzza a száját és csak egy gombócot vesz meg, ez természetes, de hát Budapesten ugye még magasabbak az árak. Citrom, csokoládé, vanília, eper, ezek klasszikus ízek, amelyekre az üzletvezetők szerint mindig van kereslet, de azért a trendeknek megfelelően az új, izgalmas összetevőkben sincs hiány. Nagyon sokféle trend van, úgyhogy én azt tudom mondani, amit én próbálok követni. Igyekszünk tényleg természetes alapanyagokból dolgozni, vagy legalábbis nekem ez a küldetésem, hogy ezt megvalósíthassam. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon sokféle kivonat található piacon, ismét szerintem divatban jönnek az ilyen virágízek, a különböző ilyen kivonatok, ugyanúgy a csonthíjas gyümölcsök vagy termések ugyanúgy reneszánszukat élik. A legtöbb üzletben már figyelnek arra, hogy cukor, laktóz és gluténmentes fagylaltból is legyen választék. Ezek alapanyagukat tekintve eltérnek, az árban azonban nincs különbség. Én 2 éve kezdtem el cukormenteset árulni, a gyümölcsfagylaltjaink azok mindig is tejmentesek voltak, így van a recept már nagyon sok éve. A gluténra pedig igazából arra is olyan 2-3 éve figyelek úgy igazán, tehát külön eszközök vannak, azokkal készítjük a gluténmentes fagylaltokat. Van gluténmentes tölcsérünk, 2 féle is édes tölcsér, ennek nagyon szoktak örülni, úgyhogy oda kell rá figyelni. A nyíregyházi és a vármegyei üzletekben egyelőre az 500 forintos vagy az alatti árak jellemzőek. De van olyan fagylaltozó is, ahol egy gömb közel 600 forintba kerül. Felcsúton lép pályára a kisvárdai futballcsapat az NB1 31. fordulójában. Feckó Tamás 11. helyen álló együttese szombaton a 4. Puskás Akadémia vendége lesz. A forduló további párosítása a következő: Fehérvár FC MTK Budapest, Mezőkövest Zalaegerszeg, Újpest DVTK, Kecskemét Paks és Ferencváros Debrecen. 12 pontos győzelmet aratott az NB1 B piros csoport 5.-6. helyéért kiírt kuparendszerű párharc első mérkőzésén a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a BKG Prima Akadémiát fogadták, és a vendégek 89-77-es vereséggel távoztak a Continental Arénából. A visszavágót vasárnap rendezik Budapesten. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, de 5 perc után átvették az irányítást a cápák, és az első negyed végére 12 pontos előnyt szereztek a hazaiak. A második 10 perc kiegyenlítettebb volt, de így is tovább növelt előnyét a Nyíregyháza, a nagyszünetre 51-36-os állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után zárkózni kezdett a BKG, és a harmadik negyed végére megfelezték hátrányukat a Sziget-Szent Miklósiak. A záró negyedben tovább zárult az olló, 2 pontra felzárkóztak a vendégek, de az utolsó 5 perc a kékcápáké volt, így végül 12 pontos győzelmet aratott Merin Mekmedovic együttese. Fáradtok vagyunk, nagyon sok sérült játékos van, ami normális, bajnokság vége felé vagyunk. Én kértem a csapattól, hogy legyünk a csapat, játszunk legjobb, amit tudunk. Tudunk, ki ellen játszunk, hosszú volt a bajnokság, ismerünk az ellenfél, inspiráltunk magunkat. Ahhoz képest, hogy most az a playoffból minden 2-3 nap van a meccs, akkor nincs idő felkészülni, ahogy kell, de itt csak a motiváció és akarat győz.
Most is így volt. Elején nagyon jól játszottunk, nagyon szépen játszottunk, tudunk mit kell hozni. De amikor jött a cseres sor, akkor egy kicsikét elbontottunk ezt a ritmusát, de hál' Isten végéfelé minden rendben volt, és nyertünk a BKG ellen is. Van még egy meccs, nem tudom, oda menjünk, játszani fogunk ugyanaz. Most ez legfontosabb, hogy szépen befejezzünk a bajnokság, ahogy befejeztünk saját közönség előtt, akinek nagyon köszönünk, hogy itt voltak, és most is támogatták minket, jó hangulat csinálták. A sérülésből visszatérő Bus Iván két triplával vette ki részét a győzelemből. A csapatkapitány szerint a találkozó előtt kiegyeztek volna a 12 pontos győzelemmel. A Arsenali kiesés után úgy gondolom nagyon jó formába kerültünk ugye a szezon végére meg a rájátszásra, és vitt minket a lendület. Igazából ebből a úgy szokták mondani, hogy flowból le tudtuk győzni a Vasast is, és ugyanígy igazából most pár napunk volt csak elkészülni a BKG-re, de természetesen profik vagyunk, sportemberek vagyunk, úgy jöttünk ki, hogy mindenképpen nyerni akarunk, és hál' Isten sikerült is. Az egyik legjobb támadó szisztémával rendelkező csapat, nagyon össze van szokva ugye a nagy testvérek, édesapjuk által vannak dirigálva a gyerekkoruk óta, úgyhogy és a többi csapattárs is hamar megtanulja ezeket a mozgásokat. Nagyon-nagyon koncentrálni kell ellenünk védekezésbe, ami az első félben sikerült is, illetve ott nagyon jó ritmusban támadtunk is. Na most ez a második fél időben kicsit azért megakadt a mi támadásunk is, és lehet ennek köszönhetően a védekezésünk is kicsit figyelem lankadt, de nagyon örülök neki, hogy a végére össze tudtuk szedni, és egy ilyen, nem azt mondom, hogy kényelmes előnyt tudtunk kiépíteni, mert idegenben borzasztó erős csapat, mert a hazai pályákban Szigetszent Miklóson, és pont ők azok, akik bármikor 15 pontot két perc alatt is képesek bedobni, úgyhogy ott is fókuszálnunk kell majd, meg résen lenni, de ez a 12 pontos előny, azt mondom, hogy ezzel kiegyeztünk volna meccset. A visszavágót vasárnap rendezik Budapesten. Nyíregyházi győzelem vagy 12 pontnál kisebb vereség esetén a kékcápák szerzik meg az 5. helyet az NB1B piros csoportban. Kedves nézőink, május 3-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták. Ne feledjék, szombaton krónikával, vasárnap pedig gazdasági héttel várjuk Önöket, most pedig mindjárt időjárás jelentéssel folytatjuk. És ott van a weboldalunk is, folyamatosan frissítjük a tartalmat, úgyhogy ha kíváncsiak a megye, illetve Nyíregyháza történéseire, akkor ajánlom a figyelmükbe. További szép estét, viszontlátásra! Szombaton jellemzően napsütéses idő várható, csak a délután folyamán várható gomoly felhősödés, de csapadék nem valószínű. Az átlag légmozgás gyengének ígérkezik, a hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Vasárnap alapvetően napos, de gomoly felhős kissé, füllett idő várható. A nap második felében az ország keleti térségében nő meg az esélye záporok, zivatarok kialakulásának. A hőmérséklet maximumai a hét utolsó napján 22 és 25 fok között alakulnak.